Itt Tóth Kálmán, a Puskás és az Aranycsapat diadalai könyv szerzője. Rövid emlékezés Buzánszky Jenő, Aranycsapat tagra, ki nem régen hunyt el, és a híres meccsre Bernben, ahol Nyugat-Németország csapata legyőzte az Aranycsapatot. Az Aranycsapat tagjai Lóránt, Buzánszky, Hidegkúti, Kocsis, Zakariás, Czibor, Bozsik, Budai, Lantos, Puskás és Grosics. Ugyanaz a kép színesbe. És ugyancsak egy beszínezett kép, akkor még a filmtechnológia fekete-fehér volt. Buzánszky Jenőt mutatja, amint védi a labdát Helmut Rahntól, a német csatártól. A kapus persze az Grosics, és itt látjuk Lórántot, a másik oldalon pedig Hidegkútit látjuk, és Kocsist. Ez a berni Wankdorf stadionba készült. A német csapat. Sepp Herberger, a szövetségi kapitány. Fritz Walter, a csapatkapitány. Helmut Rahn két gólt lőtt, a másodikat és a harmadikat. Werner Liebricht, ő volt Puskás őrzője, ő rúgta le Puskást az első német-magyar meccsen, és Max Mollack, aki becsúszással lőtte be az első gólt, elkapta Zakariás visszapasszolását Grosicsnak. És a magyar csapat. Puskás, Grosics, Lóránt, Hidegkúti, Bozsik, Zakariás, Lantos, Buzánszky, Tóth Mihály, aki Budai helyét vette, nem éppen, Kocsis, és Czibor. Czibor a bal szélső, átlett téve Budai helyére jobb szélsőre, és Tóth Mihály lett a bal szélső. Hát ez végzetes hiba volt Sebes szövetségi kapitány részéről. Budai 39 válogatott meccsen vett részt, Tóth Mihály csak 6-on. A száguldó százados kihagyni ebből a meccsből hatalmas baklövés volt. És itt van Horst Ekel és Buzánszky 2014-ben a Spies Hotel Belvederben, ez a német csapatnak a szálláshelye. A csapatképen itt van Horst Ekel. Köszönöm szíves figyelmüket, ezzel búcsúzik Tóth Kálmán, az Aranycsapat könyv szerzője.